Az Én Városházám, a Tiéd, a Miénk címmel hamarosan újraindul Kecskeméten a Nyitott Városháza programsorozat az önkormányzat szervezésében. A hatnaposra tervezett eseménysorozat ezúttal is minden korosztályt igyekszik megszólítani május 27 és június 1-e között. Minden nap lesz Fedez fel címmel családi nyomozójáték a Tündérpalotában, de a programok sorában szerepel a Kőszívű koncert is a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójában. A Neumann János Egyetem is több előadással készül a Nyitott Városháza rendezvénysorozatra. A sztárok sorában fellép majd többek között Miklósa Erika, az esemény sorozatot pedig Ákos koncert zárja. A részletes program a hírös.hu oldalon olvasható.